hetedik alkalommal rendezték meg hazánkban a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű szociális önkéntes akciót október 9-e és 12-e között. A projekt közös összefogásra hívja a fiatalokat, hogy együtt tegyenek másokért, környezetükért. Hagyományosan Eger is bekapcsolódott a programba, mintegy 200 fővel. A rendezvény első napján a Bazilikába gyűltek össze a tetrekész ifjak, ahol Federicsné Varhola Regina, a projekt Heves megyei koordinátora köszöntötte őket. Néhány buzdító szó és technikai jellegű információk hirdetése után következett az egyenpólók kiosztása, valamint a különböző munkacsoportok megalakítása. Másnap már a munkái volt a főszerep. Amíg egy csapat épp a kórház betegeinek szánt dalokat gyakorolta, addig egy másik belvárosi udvart szépítgetett. A fiatalok zöme a város gimnáziumaiból, középiskoláiból érkezett. A legtöbben az Andrássy György katolikus közgazdasági középiskolából. 7 különböző terepen tanárokkal együtt munkálkodtak a diákok. Fő tevékenységük a különböző városi terek takarítása, rendezése volt, ám volt olyan csapat is, akik a megyei könyvtár raktárában segítettek rendet rakni. Én azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy egy katolikus iskolában arra neveljük a gyerekeket, hogy meg kell látni, hogy hol van rájuk szükség. És nagyon sokszor a gyerekek nem tudják még maguktól, hogy melyek azok a munkák, amiket ők önként elvégezhetnek. És azért hogy mondjam azt meg, hogy már második éve veszünk részt ebben a programban, mindig ilyen nagyon magas létszámmal, és nem kell különösebb szervező munkát végeznünk. Tehát nem kell őket nagyon rábeszélni, nem kell nagyon erőszakosnak lenni, hogy de gyere, de csináld. Amikor megkérdetjük a programot, ők jönnek és itt vannak, és ennek nagyon örülünk, hogy a gyerekeink ennyire érzékenyek, és meglátják, hogy hol lehet segíteni, hol lehet rájuk szükség. Bár a résztvevők számára fontos az önzetlen segítés, sokuknak motivációt jelentett például, hogy az érettségihez szükséges közösségi szolgálatukból is teljesíthetnek valamennyit. A 72 óra kompromisszum nélkül ugyanis szeptembertől az ehhez ajánlott projektek egyike. Úgy gondolom, hogy ugye mivel kötelezővé tették ezt az 50 órát, ezzel a rendezvénnyel már is 9 órát megszerezhetek, és ez nagyon jó, mivel hát az 1/5-ét meg is kapom. Zsíros kenyeret kentem, és tát készítettem a többi csapatnak. Mi ilyen háttércsapat vagyunk, úgymond, és nekünk ez volt a dolgunk. Úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a saját szívejoga, hogy mit tesz meg az embertársaiért a saját idejéből, mennyit ad bele a társadalomba. És szerintem teljesen rendben van, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ezt ő bevállalja. Volt mit a helyére pakolni ezen a belvárosi plébánia udvaron. A különböző holmik a szegényeket segítik majd. A közösségi munka az egyén számára is sokat adhat. Ez a fajta tapasztalatgyűjtés pedig akár még a pályaválasztásban is segíthet. Az előző alkalommal, meg az előtti alkalommal is a hospice osztályon voltam önkéntes, és ott kellett segíteni etetni a betegeket, illetve beszélgettünk, meg műsort adtunk, és előtte az orvosi pályán szerettem volna én is dolgozni, de ezek a tapasztalatok rádöbbentettek arra, hogy én nem vagyok odavaló. Úgy tudom, hogy te az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódva már elvégezted az 50 órádat, és mégis itt vagy. Mi ennek az oka? Az oka, hogy nagyon szeretem ezt a társaságot, meg a közösséget, illetve hát nekem nagyon fontos érték az, hogy önzetlenül adjunk, és ne várjunk érte semmit, de mégis én mindig úgy megyek haza, hogy sokkal gazdagabb vagyok, mint mikor idejöttem. Idén országosan 76 településen zajlott a 72 óra kompromisszum nélkül, közel 8000 önkéntessel.